Sziasztok, Dremé vagyok! Ebben a mostani videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogyan kell automata tök vagy automata dinnye farmot létrehozni. Vágjunk is bele! Ez a farm már a közepes nehézségűek közé tartozik, kell hozzá megfigyelő, amihez nether quartz kell, tehát már jártunk a netherben, azt feltételezi, bányáztunk már jó sok redstone-t, illetve vasat, hogy csillét és tölcséres csillét létre tudjunk hozni. Van aranyunk az elektromos sinekhez, és nagyjából ennyi. Plusz beszereztük vagy a tök, vagy a dinnye magot, vagy mindkettőt. A 40 dugattyúhoz is azért jó sok vas kell, úgyhogy ez nem tartozik az olcsóbb farmok közé, de hamar megtérül. Itt láttok mindent, ami szükséges a farmhoz, ebből fogjuk felépíteni. Vágjunk is akkor bele. Egyszerű szerszámokra van szükségünk, nem dolgozunk semmi olyan anyaggal, ami komolyabb szerszámot kívánna. Jó, kialakítottam már a területét, ez egy 3 blokk mély és 11x11 területű négyzet. A középső 9x9-esen fogunk dolgozni, a külső perem elsősorban a mérték miatt kellett, illetve hogy körüljárható legyen. És először a gyűjtőrészt fogjuk kialakítani, azt, ahol majd a kis tölcséres csillénk közlekedik és begyűjti a leszedett gyümölcsöket. Jó, először is válasszuk azt ki, hogy melyik oldalon szeretnénk elhelyezni a ládánkat. Én mondjuk ebben a sarokban helyezem el, teljesen mindegy, igazából csak az a többi dolog függ majd tőle, ez még a mi döntésünk. Jó, akkor ide, ezen a ponton elhelyezem a két ládámat. Így lesz egy dupla láda. Ezt követően a szélén belevezetek egy tölcsért. Egyel odébb hozom. Tehát itt látjátok a szürke sima kő, a 9x9-es rész, a félig csiszolt kő, félig rész pedig a külső 11x11-es perem, és még a 9-es résznél szeretném elhelyezni a ládámat. Jó, le is tettem a dupla ládát, és erre a részre pedig beleállítom Google a tölcsért, hogy rámutasson. Jó. A tölcsérből merőlegesen a ládára kivezetek egy komperátort. Kicsit itt ások. Leteszek egy követelé. A kőre ráteszek egy redstone lámpást, majd a redstone lámpás fölé egy másik követ. Erre a másik kő elé teszem az ismétlőt, és az ismétlőre ráteszek egy követ. Most elállítottam a jelet, figyeljetek rá, hogy kukolva nyomjatok rá, és akkor le is tettük a követ. Jó. A következő feladatunk, hogy a másik sarokba, tehát nem a két szomszédos sarokba, hanem az átellenes sarokba letegyünk, azt mondja, hogy egy... így két követ, és a két kő
Ha így állunk, akkor ide pedig egy harmadikat. Így néz ki. És ide jöhet két elektromos sín. Most ezt a sarkon lévőt lecseréljük alatta, kiütjük egy redstone lámpást, oda teszek, és most visszateszem a sínt. Ez azt fogja nekem eredményezni, hogy innen indul majd a sínpályánk, itt ér véget, és itt majd visszafordul. Na most, ha megvan ez a két sarokelem, akkor közötte ássátok ki ezt a 9 blokkot. És helyezzetek el 9 redstone lámpást. És most nincs más feladatunk, mint ezt az egész 9x9-es részt beborítani kövekkel. És a négy darab fáklyánkat helyezzük el a három magas rész közepén, úgyhogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6-os blokkon legyen mindkét oldal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez a középső blokk. Nem szeretnénk, hogyha itt mobok jönnének létre. Folytassuk a síneket. Ott, ahol lefektettük a resztó lámpásokat, ez jelzi a közepét, ott mindenhova elektromos sínt tegyetek, onnan látjátok, hogy jól csináltátok, hogy aktívan világít, alatta van a resztó lámpás. Ha például ide tennénk, akkor az nem világítana aktívan. De mivel ezen a csíkon van, ezért ha ide tesszük, akkor az már pirosan világít. Jó, és folytonosan csináljátok, hogy úgy kanyarodjon a sín, ahogy mi azt szeretnénk, abban a kígyózó mozdulatban, ahogy eljuttatjuk a ládánkig, és így a teljes 9x9-es területet fölötte majd lefedjük a begyűjtő rendszerünkkel. Jó, és az utolsó kettő az itt is elektromos sín legyen. Most azt értük el, hogy ha itt megy körbe a kis begyűjtő, amiket begyűjt itt menet közben, azokat szépen összeszedi, itt megáll, aktiválja a kis redstone rendszerünket, és addig nem indul előre el, amíg ki nem pakolta a szállítmányát. Amint üres lesz, aktiválódik a sín, és indul újra. Mi pedig innen mindig kivehetjük a cuccunkat. Jó, következő feladat, borítsuk be földdel ezt a 11x11-es részt, de jelöljétek meg valahogy a közepét. Én mondjuk négy ilyen földblokkal jelölöm, hogy hol vannak a
lámpások és egyben az oldalak közepei. És most indulhat az elfedés. Picit hangos, úgyhogy vagy a hangnál állítsatok azon, hogy ne halljátok ilyen hangosan ezt a csillét, vagy olyan helyen építsétek ezt a farmot, ahol kevésbé zavaró ez a folyamatos kis zaj. Jó. És meg kell keresnünk a közepét, ez az a blokk. Fogjátok a szlebeteket, tegyétek az alsó részre, és a tetejére jöhet a víz. Most a kapával ezt a 9x9-es részt elkapáljuk. Jó, most már ellenőriztük, nincs szükség a jelölőnkre. És most viszonylag gyorsan kell dolgoznunk. Mégpedig azért, mert amikor letesszük a megfigyelőket és a dugattyúkat, fontos, hogy még minél fiatalabbak legyenek a palántáink. Tehát bekészítjük a palántákat, a dugattyúkat és a megfigyelőket, és mindegy milyen sorrendben elültetjük az összes palántánkat. Én egy olyan megoldással szeretném őket elültetni, hogy egy palántát elültetek, és a közvetlen szomszédainál nincsen másik palánta, tehát ilyen X alakban szeretném őket elültetni. Egy kimarad mindenhol. Nézem, hogy kimaradt-e valahol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No most, a megfigyelővel rámutatunk egy palántára, és az a legfontosabb, hogy ez a része fölül legyen a kis piros. Ha nem így van, akkor ki kell cserélni, ez nagyon fontos. A tölcsérrel legugolunk, amilyen közel csak lehet. Ide jövünk, a sarkára mutatunk, és a tölcsérnek is lefelé kell néznie. Tehát itt van lent a megfigyelő arca, és itt van lent a tölcsérnek a nyitókája. A megfigyelővel felegyenesedünk, és rámutatunk minél közelebbről, ahonnan még engedi a palántára, így fog lefelé nézni, mindig ellenőrizzük, hogy jól került le. És utána, ha megvan, mellé jövünk, guggolunk, és a tölcsért ide a sarokba letesszük. Jó, tehát ezt csináljuk végig, ahol palánta van, megfigyelőt teszünk, ahol nincs palánta, tölcsért. Tölcsért, rosszul mondom, ezt dugattyúk. Tehát amikor tölcsért mondtam, ott dugattyút értettem alatta. A pisztont. Jó,
Jó, ez egy kis gyakorlással már felgyorsítható. Itt a pici zöld palántának a tetejére kell tenni, amilyen közel csak engedi. Ha épp nem engedi, az azt jelenti, hogy túl közel vagytok és nem lehet. Ha túl messze vagytok, akkor pedig nem lefelé fog nézni. Tehát azt a pici részt kell eltalálni, ami még nincs elég közel sem messze. Szerencsére még egyet sem rontottam el, de ez nem így lesz. Lesz majd rontás, gondolom. Főleg akkor már, hogyha egy kicsit nőnek ezek a palánták, akkora nehéz igazán. Jó, az mindegy, hogy a pisztonnak melyik oldalsó részét látjátok, ezt vagy ezt. Az a lényeg, hogy a piros pöttyel felfelé és az arcával lefelé legyen. És egy helyre nem teszünk pisztont vagy tugattyút, és se megfigyelőt oda, ahol a víz van. Az üresen marad. Itt az fog történni, hogy amint érik egy új gyümölcs, és megváltozik a növénynek az alakja, azt jelezni fogják a pisztonok, leadják a drótot, illetve az observerek jelezni fogják, a megfigyelők, leadják a drótot a pisztonnak, vagy a dugattyúnak, és azt pedig learatja. Mindegyik aktiválódik, tehát mindegy, hogy a négy oldala közül melyiken jön létre a gyümölcs, az aratásra kerül. És a lenti kis vonatrendszerünk pedig összeszedi, és onnantól kezdve, hogy elkészültünk a farmmal, semmi más dolgunk nincs, mint a kis ládánkból begyűjteni a termést. No hát hihetetlen, de sikerült most hiba nélkül legyártanom. Fogjátok a 40 üveget, és rakjátok körbe a farmot. Így akkor kívülre nem fognak kerülni növények, sem... Most én pontosat használtam, úgyhogy elrontottam, majd egyet pótolnom kell kővel. Tehát nem fog kívülre kerülni sem a gyümölcs, így ha le lesz aratva mindenképpen, illetve maga a learatás következtében sem fog kívülre kerülni. Jó, el is készültünk a farmunkkal. Még egy dolgunk van, hogy bedrótozzuk ahhoz, hogy leadják egymásnak a jelet. Az egészet beredstone-ozzuk a tetején. Változott is valami, picit ijesztő lesz néha ez a hang. Készüljetek fel rá, hogy fülsértő. Jó, ez még nem azt jelenti, hogy aratott, azt jelenti, hogy egy picit nőtt valamelyik, és már is változott a növény, leadták a jelet. Oké, elkészült a farm, minden szuperul működik. Innen begyűjtjük még azt az egy földet, amit kiütöttünk a víz kedvéért, és hogy egy bemutatót tartsak, picit felgyorsítom az eseményeket.
Hát nagyon vehemensen működött a far, még a tetejére is került egy dinnye. De összességében a kis csillénknek most sok dolga akadt, hogy mindezt begyűjtse. Ez mind kapcsolásra kerül, segítek neki, hogy mehessen tovább, és már meg is vannak a gyümölcsök. Jó, és hát miért nagyszerű ez a farm? Egyrészt mert automata, ami azt jelenti, hogy most már nincs semmi más dolgunk, mint néha idejönni a ládához és kiszedni belőle a portékát. És hát egy farmer falusi rengeteg pénzt ad nekünk ezért a kettőért. A dinnyét ő 100%-osan adja harmadik szintűként, tehát harmadik szinten biztosan tudsz majd vele dinnyét, 4 dinnyét egy smaragdért elcserélni. Itt akkor mindig lesz egy olyan feladatunk, hogy kivegyünk egy barkácsasztalt, és akkor a megszerzett dinnyéket újra összerakjuk. És szépen lehet vele kereskedni. Rengeteg smaragdot lehet összegyűjteni. Sajnos a második szinten 3 különböző, itt még pitét is tud árulni, hogyha akar, és előfordulhat, hogy alma és pite lesz, és a több kereskedelem kimarad. Ez egy szerencsétlen helyzet, de a dinnye az garantált, tehát ha biztosra szeretnétek menni, akkor dinnyét érdemes ültetni, vagy addig cserélgetni a falusiakat, ameddig nem adja a tök cserét. Ráadásul, hogyha zombi falusiból gyógyítjuk vissza a farmert, akkor egy tökért és egy dinnyért ad egy smaragdot, tehát az egyik legjobb smaragd forrássá válhat a falutokban. Remélem tetszett nektek ez a farm, és hasznosítani tudjátok majd a világotokban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Drami vagyok, sziasztok!